Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift legújabb vendége, Nagy Norvi. Sziasztok. Európa-bajnok hegyi versenyzőnk. És mindig imádtam a hegyi versenyzést, mert sokkal, de sokkal kötetlenebb, mint a legtöbb más autósportszakák. És hogy mik azok a műszaki megoldások, és mik azok a versenyautótípusok, amik téged igazán megfogtak ebben, mik azok, amik téged igazán érdekelnek? Milyen irányba vinnéd a BMW-t, ha tehetnéd, meg főleg, ha beszélhetsz erről? Én nekem nagyon tetszenek azok a megoldások, amikor a régi, még nagyon könnyű karosszériákat használják, viszont már modernebb megoldásokkal, tehát a DRS szárnyas, aktívaerós, nagyon régi Lancia integrál-e, vagy akár a turbósított, nagyon régi cseppkodett, ilyenek, tehát hogy mondhatjuk resztomodnak, vagy az inkább más kifejezés talán, de szóval de mindenképp ez, amikor egy régi kaszniban egy újabb technika. Miért tűnt el ez a mainstream autóversenyzésből, és hogy lehet, hogy a hegyi szakákban meg megmaradt? Azt nem tudom, hogy egyébként, hogy miért tűnt el. Talán ez azért, hogy ugye minden szakágnak ugye a teteje egy olyan bajnokság, ahol gyári versenyautók vannak, és úgy minél egyszerűbb legyen és nézhetőbb legyen, egyformák legyenek az autók. És a hegyi versenyben ez nincsen. Itt EB a teteje, VB úgymond nincsen, a Pikes Peak-et mondják a tetejének. Itt valamiért meghagyták szerencsére azt, hogy ilyen bármit lehet csinálni, a safety dolgok rendben legyenek, az nagyon, tehát hogy komoly a gépátvétel, de onnantól all in, tehát tényleg bármi. És ki is élik magukat a mérnökök. És ki is élik rendesen, úgy szoktam mondani, hogy egy igazi gépész pornó, egy ilyen jó kis hegyi EB. Ágó Béla küldött képeket, ezt megerősíthetem, és ami nekem nagyon tetszik ebben az egészben, hogy szűk, mint egy rally szakasz, ellenben a tapadás, és a tempó az viszont erősen pályaautós, például TCR autók is mennek, tehát nincs az, hogy megfojtják őket 300 lóerőre, nincs az, hogy limitálják a hajtott kerekek szemét, azt csinálsz, amit akarsz. Milyen skillset kell ahhoz, hogy eredményes legyél? Az egyik oldalon egy fal, a másik oldalon egy szakadék. Nagyon kevés az igazán fiatal hegyi versenyző. Én azt mondom, hogy nagyon sok versenykilométernek kell már az ember kezébe lennie ahhoz, hogy mondjuk átnyergeljen egy hegyi versenyzésre, és ott egyből jól tudjon le menni. Kell nyugodni? Le kell nyugodni, és tényleg nagyon biztos kéznek kell lenni az embernek. Tehát, hogy robbanni kell, azonnal jót kell tudni menni, hiba nélkül. Ez egy olyan nehéz kettősség, amit megtett versenykilométerek nélkül nem nagyon lehet elérni, bármennyire tehetséges az ember. Uh-huh. Tehát a legtöbb jó hegyi versenyzőnek van valamilyen előképzettsége, ahogy ha mondhatom, neked is. Így van. Tehát ahogy elég sokat pályáztam, azért én 2008-tól 13 éves korom óta ülök folyamatosan versenyautóba, és akkor 19-ben mentem az első évemet a hegyén. Előtte is mentem a Mátrai hegyén, meg nekünk egyébként onnan jött az egész ilyen hegyi versenyimádat, hogy alapvetően parácsosvári voltam, tehát hogy 500 méterre volt a rajt. A Turán Fricinek az édesapja mindig nálunk szállt meg például, amikor voltak ezek a hegyi versenyek. Nem ez motiváció. Igen. Úgyhogy én mindig mondtam már a TCR-es időkben is, hogy ha egyszer ennek vége lesz, akkor én hegyizni szeretnék. És akkor most jól értem, a hegyi az egy állomás, vagy egy végállomás? Na ez nagyon jó kérdés. Tehát, még 28 vagyok most. 28 vagy persze, de mondtad, hogy ide azért már öreg tapasztalt versenyzők jönnek, jó eredményeket érsz el, de nem vagy öreg, csak tapasztalt, és hogy akkor mennél valamilyen más szakákba, vagy inkább azt mondod, hogy most akkor a hegyi, és akkor majd egyszer legyen meg a Pikes Peak. Igen, ez inkább a második. Erről még legyen nagyon nem beszéltem, de azért már nézegettem, hogy logisztikailag hogy lehetne megoldani egy Pikes Peak-et. Én lennék, ha jól tudom, az első magyar. Hogyha... Egy utomán volt egy srác egy Szelikával, egy első magyar egy Szelikával pár éve elindult, nem tudom, hogy milyen eredménnyel zárt, és lehet, hogy tök rosszul emlékszem, de valamiért ez így élénken él bennem, mert a Pikes Peak-et azért néha én is megnézem. Igen. Úgyhogy nekem ez egy ilyen hosszú távú, most nem tudom, hogy célnak vagy álomnak mondjam. De ez, meg most az ötös kategóriájában mentem, tehát a legkisebb kategóriát tudtam megnyerni az EB-nek, szeretnék föntebb lépni, 4-es, 3-as kategória, ahol még mennek kétkerék meghajtású autók, tehát azt még BMW-vel, ez egy bejárható útnak tartom, utána már az ilyen összkerekes szörnyek jönnek, 2-esbe, illetve 1-esbe, tehát ott már nem ritka az 1000 lóerő. Az még ugye anyagilag meg mindenhogy egy elég nagy falatnak tűnik. Most én mindig csak ilyen rövid távú célokat fogalmazok meg, szeretnék föntebb lépni, és ott is eredményesnek lenni. Nyilván gondolok a Pikes Peak-re azért sokat. De akkor a hegy az marad. Én úgy szeretnék itt maradni, igen. Látod az időeredményeket az aktualizált eredményjelző táblánkon. Ha nem ismered fel az aláírásokat, akkor segíts. Hát ez segít. Kis Norbi lesz. Kis Norbi lesz, így van.
Kopasz, ezt ki tudom olvasni? Horváth András, Janklovics Péter, humorista. Aha. És Szász Marci. Aha. És most itt a Draskovics Andris. Oké. Okay. Győzni jöttünk, vagy becéloznál valakit? Hát figyelj, meglátjuk, hogy mennyire égetem le, vagy mennyire nem. Nyilván mindenhol győzni megy az ember. Ezt akartam hallani. 3, 2, 1, rajt! Ja, beletaláltam, bazd meg. Te is mondtad? Hát én mondtam, mondom, miért nem csináltok izét? Fordított kormányzás. Ezt mondtad, nem voltam itt, hogy nem tudom, nem hallottam. Mentél már ilyennel? Aha. Hát azt látom. Szép. Azaz, enged ki jobbra, és a végéig menj el. És így jó lesz. Jó lesz. Balról kerülöd? Igen. Visszafordít és át kell menni a célvonalon. Azaz, ennyi. Hát figyelj, az elsőre elég komoly volt. Akkor jó benne találtam ebbe a fordítóba. De kiderült, hogy ő már edzett erre. Igen, igen. De az indulás az megérte. Volt-e hiba? Ja, azt nem láthatom. Nem tudom, hogy hátul volt-e nekitolatás, azt a Danit meg kell kérdezni. Dani! Nekitolatott? Nem éreztem úgy, hogy... Akkor nem volt hiba. Akkor nem. Akkor... Hát nézd, ez eddig a legerősebb kezdőkörünk valaha. Na. 1-0-5-8-9. Szép. És mennyi a alja? 51? Alja? Hát itt 18 centi. Ja, mondjuk itt sokat elbasztunk a legelején, tehát az nincs igen, benne. Igen, az ott neked egy 5 másodperc. Kis Norbi 51-jel zárta a napot neki, az volt a legjobb eredménye. 51-jel? Mit tippelsz? Hol lesz ennek a vége? Hát be kéne menni egy perc alá. Hát az evidencia, az evidencia. Jó, hát az a cél, akkor 51 a cél, akkor 55 szeretnék menni. Jó, na ezt szeretem. Visszataladsz rajtba, ha megkérlek? Aha, egyből menjünk a másodikat? Fújhatsz egyet, körbesételhetsz. Mehetünk. Is, ami tetszik. Hol mentél ilyennel? A DRX-eseknél, Émény autózósoknál csináltunk egy olyat, ami fordított kormányzós, meg csináltunk egy olyat, hogy jobb oldalt a pedál, bal oldalt maradt a kormány. És akkor ilyen csapatépítőre vannak kiadva ezek az autók. Aha. Ilyen feladatokat csinálunk nekik. 3, 2, 1, rajt! Egyes azért az az 1-6. Jó vagy. Jó lesz így. Aztán látszik a koncentráció. Aszta! Jól használja a tapadást, mert néha beleír a kerék a doblemezbe, mint egy igazi versenyautó. Ez szerintem egy 50-55. Maximum. Na, volt-e hiba? Szerintem nem volt. 48-2. Oh, megvagyunk. És még van egy lehetőség. A harmadik már csak örömautó. Amúgy működik a kézifék? Működik. És volt, aki már használta? Jó. És nem Oliver. Nem csak Oliver. Nézd, ez nagyon durva. Mennyi gyakorlásod volt neked azokkal az átalakított autókkal, ez, amiket ti csináltatok? 3 vagy 4 éve volt, hogy megcsináltuk, és kipróbáltam, hogy működik-e. Nagyjából ennyi. Mert onnantól ugye idegenek mentek. Hú, azért rendesen elpáradtam. Hát ők beszélni. Annyira jó látni, hogy egy tapasztalt versenyzővel is ez van. Szóval akkor kipróbáltuk, hogy működjön, és onnantól már ugye ügyfelek mentek, mint csapatépítős feladatok. Hát a mi csapatunkat is jól építette. Kérlek, állj vissza rajthoz, és akkor nézzük meg, hogy... Akkor egyre gondoltunk, hogy izgi legyen. Mert ugye ezzel kezdtem, hogy ez fordítottra kéne. És még de már gyanús volt, amikor mondom, válsz meg, várjál. És még vannak ötleteink. Italai turpis. Menj vissza.
Hát így majd le fognak szólni, az a baj, hogy izé már mentem ilyennel. Ez nem ér, tudod? Hát ez van. Figyelj, bárki készülhetett bármivel ez erre a megmérettetésre, úgyhogy ez rendben. Mondod, hogy mátrai gyerek vagy, most is BMW-vel érkeztél, de hogy volt neked élményed az esztergomi Swift-tel, az ő Swift-tel? Havarokkal jártatok bulizni ilyennel, vagy ez neked fóki maradt? Édesanyámnak egyébként ilyenje volt, Tehát engem óvodában, iskola alsó tagozatban még ilyennel hordtak. Vezettem már ilyenből fordított kormányzásosat, vezettem belőle GTI-t, de szerintem minden magyar embernek azért közel áll a szívéhez, vagy van valamilyen személyes tapasztalata, élménye, szép emléke ezekkel az autókkal. Nem hiába választottuk ezt. 3, 2, 1, rajt! A reflexek. Még elmész még. Ugye, hogy ugye? Elmegy. Mi volt ez? Hát ez már nem lesz. Ez nem lesz meg, de a top idő így is a tiéd. Azaz, mehet kopra. Jaj, baszd! Kicsit a könyöklőjét kirúgtad alóla. Ez jó zárás volt. De arra tök nyugodtan lekezelted, nem is volt semmi. Andrásról kilöktük a könyöklőt, basszus. Tudom, hogy neki kettős a megítélése, de azért na. Az erőszaknak nem vagyunk híve. De mi történt? De milyen nyugodtan kezelte a helyzetet, nem? Mi arrébb sem ment. Hát félj, hogy készültem arra, hogy húzok egy kéziféket, turcsódult az agyamba az információ, áradott és ennyi. Annak azért kicsit örülök, hogy olyan feladatot is sikerült kitalálni, ami még egy tapasztalt embert is meglep. 57-64, jó, egy hát hibával. A hangrásért számolunk 2-t. Az elején meg egyébként abba kavarodtam bele, hogy mondom, egy picit kintebb húzom és onnan kezdem meg. Azt láttam, hogy viszont a második körben az sikerült. Igen, a harmadikban nem. Lehet, hogy egy kicsit már fáradtam testileg, és akkor már a fejbe sem ment. De azt látom, hogy azért lihegsz, tehát hogy munka van. Igen, mert úgy nehéz, de nehéz így. Nehéz így. És a kézifékezés az egyébként különösen nehéz szerintem ezzel, mert még előre összerakott fejben, hogy most mit kell csinálni. Igen, de annyira reflex mozdulat az, hogy merre húzod a kormányt, hogy húzod a kézit, hogy ezt én is bejátszottam itt egyszer. Na, annak örülök, hogy legalább ezt nem csak én. Nézd, 57-64, egy hibával, tehát akkor az 1-0-2-64. Hát akkor maradunk a második. Nem maradunk a másodiknál. Kérlek, akkor én voltam az első, aki nem az utolsó ment a legjobbat. Így van. Hát a csúcson kellett volna abba hagyni. Igen. Nem lett gondja a kicsit a csinak? Nem jelent. Jelentéktelen. Elnézésedet kérem. Semmi, már láttam a kormány, mozdod már, melyik kezdtem hátra. De az, hogy odaálltam, ahova nem lehet neki menni. Hát én megoldottam, basszus. Igen, mert ugye készültem, hogy akkor ez most kézifék, és ott már egy áramkörrel kevesebb volt, mint kéne. Hát az ilyen. Láttam volna az én körömet. Tervünk az, hogy ez a géptető egy árverésen végzi, majd valamilyen jótékony célra azt még kitaláljuk, hogy hogyan, úgyhogy minden versenyzővel szeretnénk, hogyha aláírnám. Hát akkor én írom középre, szabad oda? Ahogy neked tetszik, kívülre is, középre is. És akkor alá lesz az idő, jó? Igen. Vagy fölé, ahova jobban elfér. És akkor bajnokot avatunk. Ezúttal síkon, nem hegyen. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Pár hát szót még váltsunk. Hát én megnézem a pistát, most már mindegy, nem? Persze, egészen nyugodtan. Persze, stresszel egy kicsit pluszba. Igen. Adj neki tanácsokat. Jó. A turbó. Hátsó kerekes. Neked milyen értelemben tetszett, ezt mindig megkérdezem. Olyan értelemben, hogy de jó, hogy túl vagyunk rajta, vagy olyan értelemben, hogy tetszett és vissza. Nekem nagyon jó poén volt. Tehát ezt még csinálnám tovább. Tényleg egy nagyon jó csapatépítő program egy ilyen, úgyhogy ezt szerintem tartsátok meg ezt az autót így
hegyre is ki lehetne vinni így. Hát most felmerült egy olyan ötlet, hogy akinek ez tetszik, azokat utána visszahívjuk egy ilyen rangadóra, egy ilyen kieséses versenyre, és akkor abból még kicsinálunk egy extra adást, azt mondjuk meglátjuk, hogy hogyan, mindenképpen jó lenne, de ha jól sétlünk, akkor hát számíthatunk. Persze, minden további nélkül. Szuper, szuper. Emlegetted itt a Pikes Peak-et, emlegetted a hegyi terveket. Van olyan szándék, hogy esetleg más szakákban körülnézni? Hát ugye a pályában nagy, rengeteg sok időt, energiát, pénzt öltünk már, hogy legyen bennem egyfajta tudás, amit a hegyen nagyon jól lehet hasznosítani. Akár egy rallyba, akár egy driftbe, akár bárhol, azért ezt valamennyire előről kéne kezdenem. Uh-huh. Talán egy Eger rallyt még tök szívesen bevállalnék, ami aszfaltos, helyi vagyok aránylag. És akkor az Szilveszter rallikon már indultam, mentem is egész jó eredményeket. De akkor tárpullárt, tehát csak az örömfaktor. Igen. Hát, oda is nyerni megyünk. Persze, tehát azt mondtad bármit az ember, amikor már ott ül benne a verseny, ott akarom menni akar, de talán egy ilyen jó aszfaltos rallit még úgy bevállalnék, ami egyébként meg tök hasonló egy hegyéhez, csak nem mindig fölfelé mész. És hát pályafutóművel, vagy hát pályásított futóművel. Nem vállalnék be R5-öt, nem azért, mert hogy félek tőle, hanem rettentő pénz, valami jó első kerekes, vagy hátsó kerekes, tehát vagy egy jó BMW, vagy egy jó Typer Honda-val is tök, egy jó Typer Honda-val is mennék. Úgyhogy mentem én mindennel meg. Én szeretem a jó autókat, nem csak a BMW. Nézd, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Drukkolok akármerre is visz a sport, és bízom benne, hogy majd még valamilyen rendezvényen. Köszönöm szépen. Autózunk. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán jövő héten folytatjuk egy újabb vendéggel. Sziasztok! A Gonosz Hív következő vendége Vályi Pista.